1945-ben telepítették Bonyhádra a Bukovinából indult és új hazát kereső székelyeket. Az itt élő svábság rossz szemmel nézte az érkezőket, akik az ő házaikban kaptak otthont, hiszen nekik menni kellett. A viszálykodás évtizedeken át tartott, meséli Bíró Sándorné, aki kisgyermekként élte meg ezeket az időket. Az idő és az együttélés begyógyította a sebeket, és ma már nyoma sincs a hajdani ellentéteknek. Vegyes házasságok vannak, szoktam mondani, abból születnek a legklasszabb gyerekek. Úgyhogy nekem is rengeteg sváb barátnőm van. Meghívtuk a sváb csoportot ide a székelyházba. Mi is voltunk náluk, egymás rendezvényeire járunk. Kaptunk egy nagyon szép sváb viseletes babát tőlük, amikor idejöttek. Tehát kinőttük ezt, hála Istennek. És hát a székelységnek mindig volt igénye arra, hogy összejárjanak. Ez a szocializmus idejében nem nagyon volt lehetséges, de aztán a rendszerváltás után 89-ben egymás után alakultak a székelykörök. Miközben a rendszer erősen üldözte az identitást erősítő törekvéseket, a székelyek rendezvényeiken keresztül tartották egymásban és önmagukban a hitüket és kultúrájuk értékeit. Székelybálokat rendeztünk, meg könyvbemutatókat tartottunk, meg mesemondó versenyt csináltunk, így a művelődési ház keretein belül. És ennek nagyon nagy sikere volt. És volt rá igény, és ezért a Kelemenem, a Höflerné Kelemenem a 89-ben megszervezte a székelykört. Nagyon sok tagja volt akkor, több mint 100 felett igény volt rá, és 91-ben pedig össze tudott hozni egy olyan csapatot, akik jól énekelnek, és akkor egy népdalkört is elindítottunk, akkor a tanárunk, a Szakácsné Erzsike volt, aki akkor a zeneiskola igazgatója volt. A rendszerváltás utáni idők meghozták a szabad gyülekezés jogát, és sorra alakultak az egyesületek, táncegyüttesek, népdalkör. A kiszerveződések megkívánták egy ernyőszervezet létrejöttét is. Erdélyben is vannak tagegyesületeink, a szövetség, akinek a házában most ülünk, az egy ernyőszervezet. Ide tartozik 44, ha jól tudom, székely hagyományőrző csoport, és vannak Erdélyben is, vannak délvidéken is székely csoportjaink, és nagyon jó a kapcsolatunk, járunk ki hozzájuk, ők is járnak hozzánk. Csernakeresztúron van például Erdélyben, meg Déván, úgyhogy nagyon jó kapcsolatunk van velük. Magyarországon van vagy 38 egyesület. Ezek nagy részt énekesek, de sok a fiatal, a táncos is, annak nagyon-nagyon örülök, mikor fiatalokat látok. Úgyhogy én szerintem van jövője, és ha csak a mi székelykörös dolgainkat nézzük is, ahogy átvették tőlem most a 31 év után a Gál Martin Elviráék az egyesület irányítását, hát valami csoda, amit csinálnak. És én úgy vagyok vele, hogy mindig azt mondtam, hogy ez annyira szép dolog, hogy ez csak szívvel, lélekkel lehet csinálni, és hitelesen, mert magunkat visszük a színpadra, és ők nagyon szépen dolgoznak, és ez olyan csodálat megélni. És ezúton is én szeretném mindenkinek megköszönni, aki engem ebbe a 31 éves munkába segített és támogatott, de elsősorban a népdalköröm tagjainak, mert azok aztán szenzációs munkát végeztek. Az látszik, mondja Bíró Sándorné, hogy újra divat lett a hagyományok őrzése, aminek az a pozitív hozadéka van, hogy nem kell külön noszogatni a fiatalabb generációt, bekapcsolódnak maguktól a munkába. Nyilván ehhez megfelelő családi háttér is kell, de az feladat, hogy a székelység megismerje saját történetét. Valahogy nem volt ez beszédtéma, azt hiszem annak idején a szocializmusban a szülők, az én szüleim se sokat meséltek róla. Mikor mentünk egyszer, én elmeséltem például a népdalköröm tagjainak, és nagy kerek szemmel figyeltek, hogy mit mondok. Le kellett írnom, mert van, aki főleg idősebbek, ilyen
60-70 évesek, nem tudták még azt se, hogy hogy kerültek Bukovinába, vagy hogy kerültek Délvidékre, és nagy kerek szemekkel figyelték, hogy mit mondok, és engem ez megdöbbentett. Azt hiszem, hogy talán, mivel ezt nem tanultuk az iskolába, megemlítették, hogy volt modéfalvi veszedelem, és azzal jó van. És akkor olyan csodálkozva néztek, aki nem olvasott utána, az nem tudta. Borzalmas életük volt az őseinknek. Egyszer el kellett menekülni ugye Székelyföldről, aztán Bukovinából, aztán Bácskából. Szinte nem volt olyan család, aki ne került volna nullára nagyon sokszor. Minden fontos, ami a múltunk. Én legalábbis azt hiszem, mert abból tudunk épülni, táplálkozni, hogyha tudjuk, hogy mik voltak a szüleink, a nagyszüleink, mit értek meg. Szerintem nagyon fontos.